néz az egész mérkőzést. Mi úgy is készültünk erre, hogy tudtuk, hogy Győr sokkal esélyesebb, nem csak ez a mérkőzés, hanem az egész bajnokság megnyerés szempontjából. Ő az, aki azt mondom, hogy ez a bajnokság az ő bajnokságuk lesz. Szerettünk volna picit sokkal szorosabb eredményt elérni, de az igazság, hogy rengeteg problémával küzdködünk. Sajnos ki is jött a mérkőzésen ez a létszámhiány, ami jelenleg súly bennünket. Azt gondolom, hogy ennyi, sajnos azt mondom, ennyi különbség volt, aki van a két csapat között jelen pillanatban. A csapatomnak azt gondolom, hogy mindenki minden pályára lépő játékosom hozzátette azt, amit hozzá tudott tenni, hozzá lehetett tenni ez a mérkőzéshez. Elég gördülékenyen folyamatosan játszottunk. Az első negyed óra az annyira nem tetszett, de utána nyilván abból is kifolyólag, hogy megvolt az előnyünk, utána már kicsit felszabadultabbak lettünk. Szép támadásaink voltak, elég agresszívek is voltunk, úgyhogy örülök neki, hogy kiszolgáltuk a közönségünket. Úgyhogy gratulálok, csak még egyszer azt tudom mondani, gratulálok a csapatomnak. Én azt gondolom, hogy van olyan meccs, amikor ugyanennyit teszünk érte, de nem sikerül, vagy akár nem jönnek be így a lehetőségek, vagy nem tudjuk kihasználni a lehetőségeinket. Ma azt kell, hogy mondjam, hogy ma úgy nagyjából minden úgy sült, ahogy szerettük volna, vagy ahogy az ember úgy elképzeli, de nyilván én nem vagyok annak a híve, vagy egyáltalán nem téveszt meg engem az, hogy most egy nagyobb arányú győzelmet arattunk, mert ez is én azt gondolom, hogy nem ez a realitás, tehát azért ez egy komolyabb bajnokság annál, hogy most ilyen elvárható lenne. Ma ez egy ilyen meccs volt, és azt sem lehet mondani egyébként, hogy az ellenfelünk ne tett volna meg mindent. Tehát ők is nagyon próbáltak szervezetten, agresszívan játszani, megakadályozni ezt a nagyobb arányú győzelmünket. Ma nekünk sült el minden jobban, nyilván egy másik napon ez nagy valószínűség, hogy sokkal szorosabb meccs lett volna. Úgyhogy nyilván örülök neki, de nem kell ebből olyan nagyon messze menő következtetéseket levonni. Hát az egész mérkőzés nagyon jó érzés volt játszani az egész mérkőzésen. Az első félidő úgy érzem kicsit gyengébbre sikerült a részemről, de a második félidőben szerintem jó helyt tudtam állni. A csapat pedig szerintem az egész mérkőzésen dominált és jól játszott, úgyhogy jó volt.